konferencia uniós pénzekről, plusz kedvezményeket kaphatnak a megyei vállalkozások. Fejlesztik a szabad strandot, 200 milliót költenek a Tiszalöki partra. Sátánmajom született az állatparkban, most még nem tudják, hogy fiú-e vagy lány az újszülött. Plusz pályázati lehetőségeket is kaphat az, aki az úgynevezett szabad vállalkozási zónában fejleszt. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabad vállalkozási zóna több mint 1000 településen érhető el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is vannak ilyen területek, leginkább a keleti részeken. Aki itt vállalkozik, korszerűsít, bővít, plusz kedvezményeket kaphat gazdaságfejlesztési pályázatoknál. Erről is szó volt egy mai nyíregyházi konferencián. A kisvárdai Mastergood Kft. Mintegy 9 milliárdos fejlesztésre készül, korszerűsíti technológiáját, bővíti épületeit és dolgozói létszámát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nagy cégeinek többsége idén jelentős mértékben fejleszt, a vállalkozások kihasználják a különböző pályázati és támogatási lehetőségeket. Nyíregyházán a Lego és a Contitech is fejleszt majd, Tarpán pedig hamarosan gyümölcsfeldolgozót hoznak létre, de nem csak a nagyvállalatok fejlesztése a cél, hanem a kis- és középvállalkozásoké is. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program, azaz a GINOP ebben is segít. Erre a célra mintegy 490 milliárd forint áll rendelkezésre a 2020-ig tartó uniós ciklusban, mondta a fejlesztési forrásokról szóló nyíregyházi konferencián a GINOP projektmenedzsere. Gedei Gábor hozzátette, a teljes GINOPos keretösszeg több mint 2700 milliárd forint, és fontos, hogy Budapesten, valamint Pest megyében nem működhet a GINOP, hiszen ez a régió már gazdaságilag fejlett. Azonban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik kiemelt régió, itt érdemes majd pályázni. Itt Kelet-Magyarországon kiváló vállalkozások működnek, és ezeknek a kiváló vállalkozásoknak, illetve az itt megismert projektötleteknek nagyszerű lehetőséget nyújt a GINOP, pontosan azért, mert ez az országrész a konvergencia régióba esik, és ezen belül is még szűkítem a kört, érdemes megismerkedni a szabad vállalkozási zóna fogalmával. A szabad vállalkozási zónákba eső területekről, településekről érkező projektek, azok még a GINOP-on belül is különböző kedvezményeket élveznek. Szabad vállalkozási zóna több mint 1000 településen érhető el. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több ilyen terület működik, leginkább a keleti részeken. A megyében nem csak a GINOP, a TOP is segíti a gazdaságfejlesztést. A TOP forrásoknak a jelentős része már kiírásra került, egy-két pályázat van, amelyik még nem jelent meg, és már nagy részük már úgymond le is zárult, tehát megtörténtek a pályázatoknak a beadásai, és jelentős túligényléseket tapasztalunk eddig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére mindig az volt a jellemző, hogy nagyon aktívak az önkormányzatok a pályázatok területén, és nem csak az önkormányzatok, hanem a vállalkozások is. A TOP mellett a GINOP-ra is sokan pályáztak már, pedig a jelentősebb projektek még csak most nyáron jelent. Ennek meg. 2014 óta egyébként 49 felhívás jelent meg 939 milliárd forintos keretösszeggel, több mint 9500 támogatási kérelmet nyújtottak be 1250 milliárd forint értékben. 200 millió forintból fejlesztik a tiszalöki szabadstrandot és környékét. A beruházás része a megye turisztikai koncepciójának. Vinai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, hálózatban kell fejleszteni a tiszai attrakciókat Tiszalöktől egészen Ibrányig, csak akkor jelennek meg nagyobb számban a turisták. Tiszalök polgármestere szerint városa és a folyópart a természeti értékeket tudja megmutatni a látogatóknak. Mindenhol fa a tiszalöki középiskola udvarán. A Széles a Tisza nevű rendezvény az év egyik legnagyobb eseménye a tiszaparti városban. Tiszalök a látogatóknak elsősorban nem felhajtást és zajt, hanem csendet és nyugalmat kínál. A város polgármestere azt mondta, a 60-as évek óta keresett az üdülőtelepük, de már ráférne a fejlesztés. Tiszalök és környéke ugye arról is híres, ha lehet ilyet mondani, hogy itt egy gyönyörű holtág, egy strand, a 60-as évektől kezdődően egy igen komoly üdülő központ alakult ki,
És én azt gondolom, hogy vissza kell térni a természethez, ahol az ember egy kicsi megnyugvást talál, ahol csend van. Család fürdőzik egy tiszai szabad strandon. Csend van és nyugalom, de a körülmények is egyszerűek, sehol egy büfé vagy mellékhelyiség. Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, a tiszalöki strandot 200 millió forintból fejlesztik, a beruházás része a megyei turisztikai koncepciónak. Itt egy komoly fejlesztés van kibontakozóban, amit a megyei turisztikai programba raktunk be, mint egy 200 milliós program, a tiszalöki szabadstrand vagy a tiszalöki strandnak a fejlesztése. Egyébként turisztikai attrakcióra van szükség, és nekem az a véleményem, hogy itt a Tiszánál, tehát Tiszadob, Tiszadada, Tiszalök vagy Rakam az egészen Ibrányig, ahogy jövünk vissza, hálózatban kell fejleszteni. Nem csak a strandolókat, hanem a kajakosokat is csábítja a Tisza. Tavasszal jelentették be, hogy úgynevezett kajakkenu pontokat létesítenek a folyón. A 15 új megállóhelyből 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesz. A térképen látszik, hogy Tiszabecstől Tiszadadáig szinte a teljes folyószakaszon, így Tiszalökön is kiépítik az állomásokat. Tanulmányi ösztöndíj, szociális támogatás, diákmunka. Ez csak néhány példa a felső oktatásban tanulók jövedelemforrásaira. Sok kiadással járnak az egyetemi évek, de nem feltétlenül a diákhitel az egyetlen megoldás. Önkormányzatok is segítik a hallgatókat, legutóbb 44 nyíregyházi diák összesen 1 millió 600 ezer forintos támogatást kapott. 295 ezer diák, ennyien tanulnak a magyar felsőoktatásban a legutóbbi statisztika szerint. Többek között a tanulmányi félévek számától is függ, hogy mekkora kiadás jelent a továbbtanulás a szülők és a diákok számára. A hallgató közel fele részesül valamilyen támogatásban, ez lehet tanulmányi vagy szociális ösztöndíj. Aki tanulmányi ösztöndíjat kap, legalább havi 6000 forintot kell, hogy kapjon. A felső határ nyilván ennél jóval magasabb, tehát annak fényében, hogy mennyire szabták szűkre a határokat, 10-20 ezer forint körül ösztöndíjakat per hó tudnak tanulmány alapon a hallgatók megkapni. Emellett a legjobbak ugye köztársaság ösztöndíjat kapnak, ami a legjobb 1%-ának jár a hallgatóknak mindig intézményi javaslat alapján. A szociális támogatások is lehetnek rendszeresek vagy rendkívüliek. A legtöbbször átlagosan 23 ezer forintot kapnak az erre jogosult hallgatók. A magyar állam évente összesen 25 milliárd forintot fordít a különböző ösztöndíjakra. Külföldi tanulmányutakra is pályázhatnak a diákok, a legnépszerűbb ilyen lehetőség az uniós finanszírozású Erasmus program, a legkedveltebb úti cél pedig Németország. A különböző pályázatok, uniós programok mellett önkormányzatok is segítik a hallgatókat. Legutóbb 44 diákot, összesen 1 millió 610 ezer forinttal támogatott a nyíregyházi rászoruló hallgatókért közalapítvány kuratóriuma. A Rászoruló Hallgatók Alapítványán keresztül támogatjuk a nyíregyházi fiatalokat. Fél évente egyszer meghirdetjük ezt a pályázatot, és tanulmányi eredménytől függően jelentkeznek rá a hallgatók, illetve nagyon fontos még, hogy a családban az egyfőre első jövedelem ne haladja meg az 57 ezer forintot. Ha az a kettő dolog stimmel, tehát 3,5 ezer fölött van az átlag, a tanulmányi átlag, lezárt fél évről beszélünk, és megfelelnek ennek a jövedelmi határnak, akkor tudjuk őket támogatni. És örömmel mondhatom, hogy forrás hiány miatt még senkit nem utasítottunk el. Azok, akik nem részesülnek semmilyen ösztöndíjban, diákhitelt vehetnek fel, vagy diákmunkát vállalhatnak. A tanulók 15 éves kortól tanítási szünetekben vállalhatnak munkát, 16 éves kortól szülői engedéllyel pedig akár egész évben is dolgozhatnak. Erről is szólt az egyik iskola szövetkezet régió vezetője 35 perc című műsorunkban. Könyves Viktor elmondta, tavaly júniustól már a passzív nappali tagozatos hallgatók is vállalhatnak munkát. A diák munka egyik előnye, hogy akár egy napot is vállalhatnak a tanulók. A diákokra is a munkatörvénykönyve vonatkozik, tehát 639 forint bruttó forintot óránként meg kell keresniük. Ugye a 2016-tól most már nekik is csak 15% SZIA jön le a fizetésből, és nekik egyéb más járulékot nem is kell befizetni. Tehát gyakorlatilag, hogyha nézzük, ők bizonyos esetekben jobban keresnek nettóban, mint egyes felnőtt. A diák munkaszabályai szeptembertől is változnak, így a tervek szerint a tanulók már fizetett szabadságra is mehetnek majd.
50 évises diák tölti nyári gyakorlatát a Felső-Tiszán. A jelentkezőknek ma tartottak eligazítást a vízügyi igazgatóság nyíregyházi központjában. A munkába 5-10 fős csoportokban kapcsolódnak be a tanulók. A diákok megismerkedhetnek a vízgazdálkodási létesítmények karbantartásával, részt vesznek vízrajzi és vízhozammérésekben és vízkár elhárítási feladatokban. Szeretnék, ha az éviszesek a vízügyes pályán maradnának, hiszen országos szinten is kevés a szakember ezen a területen. Nagyon fontos a gyakorlati ismeret, különösen a vízgazdálkodás területén, hiszen itt a dolgok nem az irodában dőlnek el, hanem a kint a helyszínen. Akár vízhiány van, akár víztöblet van, ott kell helytállni a területen, ahol a vizek találhatók. Tehát oda kell vinnünk őket a helyszínre, és olyan élményekben részesíteni őket, hogy felejthetetlen legyen. És amikor szakemberek lesznek, és valóban a vízgazdálkodásban dolgoznak, erre visszagondolva tudják képezni saját magukat is, hiszen itt nagyon fontos, hogy az ő érdeklődésük is meglegyen a téma iránt. Nem hitelből, hanem a gazdaság valós növekedéséből emeljük a fizetéseket, közölte Vinnai Győző országgyűlési képviselő a Fidesz sajtótájékoztatóján. Többek között emelkedik a kulturális szférában, az egészségügyben, a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozók jövedelme. Így például a szakorvosok és szakgyógyszerészek két lépcsőben összesen bruttó 207 ezer forint pluszra számíthatnak november végére. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, 2017-ben a GDP 4,7%-át költi a kormány a családok támogatására. Petneházi Attila arról is beszélt, hogy céljuk a demográfiai adatok javítása Magyarországon. Családsegítés, otthonteremtés, adókedvezmények, ez a hármas egység mind-mind összefügg, hiszen a családokat úgy lehet a legjobban segíteni, ha adócsökkentés is megjelenik, és otthonteremtés is megjelenik, ami egyébként egybevág a másik törekvésünkkel, hogy a demográfiai nehézségeket, a gyerekszületést úgy lehet javítani, hogyha nem migrációba gondolkozik a kormányzat, mint Európában sokfelé, hanem a gyerekszám növekedést próbálja elősegíteni. Félelmetes nevű sátán majom született a Nyíregyházi Állatparkban. A négy lábú nem vérszomjas, sőt, inkább kedves. Hamarosan megmutatjuk önöknek az állatot, de előtte nézzük a híradó további témáit. Egy év szünet után visszatér a megyei első osztályba a balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese 29 győzelemmel és egy döntetlennel veretlenül végzett az élen a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. Világbajnok brazil balszélsőt igazolt a kisvárdai női kézilabda csapat. Samira Roha legutóbb a francia Nizza együttesében szerepelt. Az NBA egy újonca, a korábbi szövetségi kapitányként is dolgozó Máté Fieszter, valamint az évszázad magyar kézilabdázójának választott Kovács Péter irányításával kezdi el a felkészülést. Nyíregyházára látogatott Belgium magyarországi nagykövete és a belga nagykövetség flamand kereskedelmi tanácsosa. Látogatásuk célja, hogy megismerik a helyi gazdasági viszonyokat, ezért a polgármesterrel, a kereskedelmi és iparkamara vezetőjével és több cégvezetővel is találkoztak, velük későbbi együttműködési lehetőségekről értekeztek. Cigit akart csempészni, de Sonkádnál lebukott egy tiszabecsi férfi. Ezeket a fotókat a rendőrök készítették. Az autó hátsó ülése alatt 384 doboz illegális cigarettát találtak a kölcsei határrendészek. Tele volt a rekesz teljesen. A csempészálló értéke több mint 350 ezer forint. A 33 éves tiszabecsi férfi ellen eljárást indítottak a pénzügyőrök. Halálos baleset történt szerda délután a 41-es számú főúton Baktalóránt háza közelében. Két autó ütközött össze. A Peugeot kanyarodott ki a mellékútról a 41-esre, amikor oldalról eltalálta a fekete BMW. A Peugeot sofőrje, egy 76 éves nyírbátori férfi, a helyszínen életét veszítette, utasa súlyosan megsérült. A másik jármű vezetője könnyű sérüléseket szenvedett. A rendőrség 3 órán keresztül helyszínelt, addig teljes szélességében lezárták az utat. Fehér arcú sátán majom született a Nyíregyházi Állatparkban. A faj érdekessége, hogy nagy az eltérés a hím és a nőstény állat között. Előbbi fekete, utóbbi sárga színű. A 3 hetes kisállat nemét csak akkor tudják majd megállapítani, ha nőni kezd. A 3 hetes kis sátán majom egyelőre nem hagyja el anyját. Most még csak az igazán szemfüles látogatók vehetik észre a Nyíregyházi Állatparkban.
A tenyészpár még 3 évvel ezelőtt az Európai Fajmegőrzési Programban érkezett a megyeszékhelyre. 2014-ben született első utóduk. A Nyíregyházi Állatparkban van egy különleges állatház, a Viktória Ház, mely a különleges állatok gyűjteménye. Itt a furcsa külsejű állatokat gyűjtöttük egy csokorba. Ide kerültek a sátánmajmok is 2013-ban. Érkeztek egyébként az állatok, és nem véletlenül kerülnek bemutatásra ebben az állatházban, hiszen hogyha ránézünk, akkor valóban kicsit félelmetes külsejű állatokról van szó. Nincs még egy olyan majomfaj az újvilági majmok közül, ami ennyire különbözne ivar szempontjából, hiszen teljesen máshogy néz ki a hímállat, mint a nőstény. A nőstény sátánmajmok barnás szürke színűek, amíg a kifejlett hímek alapszíne fekete, csak arcszőrzetük fehér. Ez a furcsaság az állat elnevezésében is szerepet játszott. A sátánmajmok nevüket nem rossz természetük miatt kapták, hanem azért, mert az ivar érett hímállat arca olyan, mintha egy sámán maszkot viselne. A fehér arcú sátánmajmok Dél-Amerikában őshonosak, az esőerdők alsó lombkorona szintjeinek lakói. Főleg gyümölcsökkel, magvakkal és rovarokkal táplálkoznak. Tömegük általában nem haladja meg a 2 kilót, dúszőrű farkuk hosszabb, mint a 30-40 cm-es testük. A sátánmajmok ügyesen közlekednek, akár több métert is tudnak ugrani. A nyíregyházi majom családban például a 2014-ben született hím utód a legfürgébb. Egy év szünet után visszatér a megyei első osztályba a Balkányi futballcsapat. Mirgai László együttese 29 győzelemmel és egy döntetlennel veretlenül végzett az élen a megyei másodosztály alukonstrukt csoportjában. A tavalyi kiesést követően a bajnoki címet és a feljutást tűzték ki célként Balkányban. Ennek szellemében került az együttes élére Mirgai László, akivel együtt 15 új futballista is érkezett. A szakembernek nem volt sok ideje a csapatépítésre, ráadásul a rakamaz is bejelentette igényét az elsőségre. A téli szünetben 1 pont volt a Balkány előnye a riválissal szemben. Tavasszal valamennyi meccsét megnyerte a mirgai legénység, amely így 29 győzelemmel és egy döntetlennel 88 pontot szerezve végzett az élen a megyei második osztály alukonstrukt csoportjában. Mivel csak 4 ponttal nyertük meg a bajnokságot a rakamoz előtt, meg kellett küzdeni. Természetesen a többi csapat nem képviselt olyan erőt, mint a rakamoz, de méltó ellenfél volt a rakamozi együttes, hiszen oda-vissza szoros meccset játszottunk, és ugye ők megnyerték végül a Magyar Kupát, mi megnyertük a bajnokságot, tehát ez is mutatja, hogy 2 erős csapat versengett a bajnoki címért, és hát gratulálok nekik, megragadnám az alkalmat, hiszen jelen pillanatban úgy néz ki, hogy feljutottak ők is a megye egybe, ami szerintem jó lesz a megye első osztálynak. A balkányi csapat 30 meccsen 140 gólt szerzett. Az edző szerint egy osztályon feljebb is támadó futballt akarnak játszani, bár Mirgai László is tudja, hogy a jobb ellenfelekkel szemben nehezebb lesz a dolguk. Bogdanovics rúgott 49 gólt, de én annak is örülnék, ha megye egyben vagy 12-t rúgna egy fél szezonba. De csatárposzton is erősíteni szeretnénk, illetve a széleket gyorsítani, és hát szeretnénk még a védelmet is megerősíteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb meccseink lesznek természetesen, de ez a csapat megfelelő erősítéssel a megye első osztályba is meghatározó lehet. A Balkány július 1-én Szlovákiába utazik egy ráhangoló 2 napos kispályás tornára. A felkészülés július 5-én kezdődik. A tervek szerint egy hazai és egy fehérgyarmati tornán lépnek majd pályára Bogdanovicsék, akik 11 edzőmeccsen lendülhetnek formába az augusztusi bajnoki rajtig. Világbajnok brazil balszélsőt igazolt a kisvárdai női kézilabda csapat. Samira Rocha legutóbb a francia Nizza együttesében szerepelt. Az NB1 újonca, korábban szövetségi kapitányként is dolgozó Máté Fieszter, valamint az évszázad magyar kézilabdázójának választott Kovács Péter irányításával kezdi el a felkészülést. A kisvárdai együttes az utolsó fordulóban biztosította be a bajnoki címet az NB1B keleti csoportjában. Éppen ezért az NB1-re alkalmas keret kialakításával picit lépéshátrányba kerültek a vezetők a riválisokkal szemben. Az már biztos, hogy a korábbi női szövetségi kapitány Máté Fieszter szakmai igazgatóként, a 323-szoros válogatott Kovács Péter pedig vezetőedzőként dolgozik majd a KKC sikeréért. A bajnokságot nyert csapat tagjai közül Viktoria Csibulenko és Komsa Klaudia távozott, viszont már vannak érkezők is, akik közül egy brazil világbajnok balszélső számít a legnagyobb fogásnak.
Az egyik legnagyobb név az a Samira Rocha, aki világbajnok, brazil válogatott, most is a brazil válogatottal készül az olimpiára. A másik játékos a kapuban a Ekaterina Dzsukeva, aki tavaly még a bajnokok ligájában szerepelt a Lublin csapatában. Szabó Vali, aki korábban magyar válogatott volt, tehát én nagyon bízom benne, hogy védekezésben, támadásban mindenképpen ő is nagy erőssége lesz csapatunknak. Leigazultuk a Olena Umanyec, NB1 keleti csoport gólkirálynőjét, és hát fiatal tehetséges játékosokat is keresünk. A kisvárdai játékosok július 4-től 9-ig egyéni edzéstel alapján készülnek, majd 11-én indul el a közös munka. A csapat több tornán is pályára lép annak érdekében, hogy megfelelő formába kerüljön az NB1 rajtjára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Plusz pályázati lehetőségeket is kaphat az, aki úgynevezett szabad vállalkozási zónában fejleszt. Erről tanácskoztak szakemberek a megyeházán. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is vannak ilyen területek, leginkább a keleti részeken. Aki itt vállalkozik, korszerűsít, bővít, plusz kedvezményeket kaphat a gazdaságfejlesztési pályázatoknál. 200 millió forintból fejlesztik a tiszaloki szabadstrandot és környékét. A beruházás része a megyei turisztikai koncepciónak. Vinnai Győző országgyűlési képviselő azt mondta, hálózatban kell fejleszteni a tiszai attrakciókat Tiszalöktől egészen Ibrányig, csak akkor jelennek meg nagyobb számban a turisták. Tiszalök polgármestere szerint városa és a folyópart a természeti értékeket tudja megmutatni a látogatóknak. Fehér arcú sátán majom született a Nyíregyházi állatparkban. A faj érdekessége, hogy nagy az eltérés a hím és a nőstény állat között. Előbbi fekete, utóbbi sárga színű. A 3 hetes kisállat nemét csak akkor tudják majd megállapítani, ha nőni kezd. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 16-án csütörtökön. Friss hírekkel péntek este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Pénteken hideg front éri el térségünket, amely előtt egyre melegebb levegő érkezik fölénk. Éjjel kevés fátyol és gomoly felhő várható, késő estig zápor előfordulhat. A déli szél megélénkül, időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 fok körül alakul. Reggelre általában 15 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható. A déli óráktól zápor, zivatar előfordulhat, egy-egy heves zivatar is lehet. A délnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28-32 fok között alakul. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Szombaton főként a Dunától keletre számíthatunk záporokra, helyenként zivatarra. A Dunán túlon sok napsütés valószínű. Vasárnap már országszerte kevés lesz a felhő, majd hétfőtől ismét felhősebb, változékonyabb időre van kilátás többfelé záporra, zivatarral. A hőmérséklet jobbára a sok évi átlag felett alakul.